Egy évtizede már, hogy a Mízes napi műsorral kedveskedik kicsiknek és nagyoknak a Vésztői Tájház. Idén sem maradhatott el eme csodás Mézes nap diafilmvetítéssel, mézes kalácsütéssel és népi énekdal tanulással egybekötve. A rendezvény két napon keresztül zajlott 2017. december 4-én és 5-én. A programon Vésztő iskolásai és óvodásai vettek részt. Meglepetésként a télapó várta a gyerekeket már a tájház kapujában. Az édesszájú diákok az adventi készülődés egyében mézes kalácsot sütettek és díszíthettek. Bár a díszítés nem egyszerű feladat, ezért a vállalkozó kedvű csemeték megnézhették, hogyan készül Balogné Szentesi Beáta dolgos keze alatt az ízletes csemege. Mindenki kapott mézes kalácsot. Ezen kívül kóstolót is ettek, finom meleg teával kortyolgatva. A jó hangulat sem maradhatott el. A talpalávalót a sárkányhúzó zenekar adta. A zenés foglalkozáson népdalt tanultak, és megismerkedtek a régi népi hagyományos juhászviselettel Mahovics Tamás, néptánc pedagógus által. Kicsik és nagyok közösen daloltak, tapsoltak és nagyokat kacagtak. Míg az egyik teremben betlehemes játékokat játszottak, addig a másik teremben a kemence mellett Jancsi és Juliska történetét hallhattuk és láthattuk Pap Mihályné, Margitka néni felolvasásában. Szemmel láthatóan nagyon érdeklődőek voltak a kicsik. Ezt követően megtanultak egy egyszerű, de annál szebb karácsonyi díszt készítését. Az esemény fontosságáról kérdeztük Nagy András Balást, hogy hogyan kapcsolódik a méz a mai naphoz, és mi volt a rendezvény célja. A Vésztői Tájháznál az a célunk, hogy minél inkább megismertessük az embereket, minél fiatalabb korban már, az óvodáskorban, iskoláskorban a hagyományokkal, és úgy kapcsolódik a rendezvényünkhöz, hiszen a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan ilyenkor mindenki mézes kalácsot készít, mézes süteményeket készít, így ennek az apropójából a gyerekeknek régi diafilmen vetítünk mézzel kapcsolatos, mézes kalácssal kapcsolatos mesét, a Jancsi és Juliskát, a konyhában, a tájház konyhájában mézes kalács díszítés zajlik, és a tájház másik szobájában egy hagyományos betlehemes játék, bemutató is és zene zajlik, ahol énektanítás is van a gyermekeknek. Kíváncsiak voltunk, hogy hanyadik alkalommal került megrendezésre az esemény. Több mint 10 éve megrendezésre kerül ez a rendezvény, ebben a formában, ahogy most van, már második éve rendezzük. Szerettük volna tudni, hogy hány osztály vesz részt a mézes napon. A vésztői iskolásokat és óvodásokat szólítottuk meg ezzel a rendezvénnyel, így a hétfő és keddi napon mind óvodás és iskolás csoportok egyaránt látogatják ezt a rendezvényt. Váltásban még a csoport egyik fele az egyik helységben mesét hallgat, a másik megtapasztalja, hogy milyen is volt az ükszüreik, díjcüreiknek ezen régi hagyománya, hogy betlehemezni jártak, úgyhogy vésztő minden intézménye meg lett szólítva. Végül megtudtuk, hogy számára miért fontos a mai nap. Azért fontos, hogy manapság már a tévéből és mindenféle médiumból egyfajta nyugati hatás érződik így a karácsony ünnepkörrel kapcsolatban, és nagyon fontosnak tartjuk itt a tájháznál és a Vésztő Mágor Történelmi Emlékhely Múzeumnál azt, hogy a hagyományokat megismerjék, őrizzék, és visszahelyezzük már minél hamarabb gyermekkorban ezeket a tudatukba, hogy érezzék meg, hogy valóban ők ebből a körből származnak, és érezzék meg az értékét ennek az egész szellemiségnek. Ezt követően Mahovics Tamással beszélgettünk. Kíváncsiak voltunk rá, hogy hogyan kapcsolódik a méz a naphoz, és milyen népviseletet láthatunk rajta. Téli ünnepkör hagyományos szokásai kapcsán én vendégként érkeztem a mai napon a szervezők kérésére, illetve a sárkányhúzó zenekart kiegészítve. A feladatom az volt, hogy a betlehemezésben Gáspár, a süket nagyot halló öreg juhásznak a szerepét eljátszam. Aztán a gyerekek nagy örömére ezután bemutattam a hagyományos viseletet, ami egyébként egy hagyományos téli pásztorviselet. Emellett pedig névdalokat tanítottunk, ünnephez, karácsonyhoz kapcsolódó névdalokat tanítottunk a gyerekeknek. Szerettük volna megtudni, hogy hogy fogadták a gyerekek a névdal tanulást. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fogadták, és nagyon nagy öröm ez, hogy ilyen sokan el tudtak jönni, hiszen Kallós Zoltán
népzene és népdal kutatónk is elmondta, hogy addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Ezért én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy magyar nyelven, magyar népdalokat tanuljanak a gyerekek. A Sárkányhúzó zenekar prímása, Orbán Ákos bemutatta a zenekarukat, a mézes napi részvételük okáról beszélt, és az erre a napra készült dalokat mutatta be. Kíváncsiak voltunk véleményére, hogy miért volt fontos számára a mai nap. Ez a mai nap mindannyiunk számára fontos, egyrészt a magyar kultúra ápolása és ennek a hagyománynak a továbbadása miatt. Igazából röviden a zenekarról Sárkányhúzó zenekar vagyunk. Ez csökmőieknek a neve igazából egy gúny név, mi büszkén viseljük, azért, mert ez a csapat Csökmőn találkozott, Nagy András Balázs Brácsás barátunk meghívására kerültünk Csökmőre, és ott alakultunk, és a Sárrét népzenéjének az ápolása az egyik, mondjuk úgy, célkitűzésünk, ezt tartjuk feladatunknak. Igazából helyi igényeket szolgáljuk ki, nem vagyunk profik, sőt mondhatni, hogy ez egy amatőr banda, és ennek a kultúrának a továbbadása az elsődleges célunk és feladatunk, úgy érzem. Érdeklődtünk, hogy milyen dalokkal készültek a mai napra. A mai napra szintén Nagy András Balázs állította össze ezt a kis karácsonyi dalcsokrot, és hát magyar népi karácsonyi dalokkal készültünk. Volt a Nagy Szalontai Betlehemesből egy betét dal, és a többi mondhatni, hogy teljesen ismert karácsonyi dalok csendültek föl. Elárulta, hogy hogy érezte magát? Mint mindig zenélés közben jól, úgyhogy kiváló a hangulat, gyerekek csillogó tekintetében azért az ember úgy gondolom, hogy csak is jól érezheti magát, és hát itt van a felnövekvő generáció, akik reméljük, hogy ugyanúgy majd tovább fogják adni ezeket a dalokat, mint a sajátjukat, mint a magyar nép hagyományát tovább viszik, és énekelni fogják. Megtudtuk, hogy mit gondol, mennyire tudták átadni a mai nap üzenetét a gyerekeknek. Ez majd mondjuk 20 év múlva kiderül. Remélem, hogy megérintette a gyerekeket a mai kis összeállítás, mai kis műsor, és hát remélhetőleg ez élővé válik, és nem csak hagyomány szinten, hanem a hétköznapokban, itt a karácsonyi időszakban, és valahol máshol is remélhetőleg majd későbbiekben is megjelenik, és tovább adódik. Szervusz, Mikulás! Még integethetünk! Szia, Mikulás! Szervusztok! Sziasztok! Hello! Sziasztok!